Gamszer Hajnalkára, mint szekszárdi származású női focistára, született tehetségre, az idősebb futballkedvelők jól emlékeznek. Nem volt átlagos, ahogy a kicsi lány bánt akkoriban a labdával. Hamar bekerült a kispályás és a nagypályás magyar válogatottakba is. Ám úgy alakult a sorsa, hogy megmaradt a futzalnál, ebben szeretné még kiteljesíteni eddig sem sikerszegény pályafutását. Nekem sokkal jobban tetszett a futszál, gyorsabb, technikásabb, és úgy gondolom jóval inkább a nőknek való, mint a labdarúgás. 2006 és 2010 között meghatározó szerepet töltött be az először összehívott magyar női futzál válogatottban. Nekem a legnagyobb emlékem az, hiszen 17 éves voltam még csak, és felnőtt válogatott voltam, és annyira jól sikerült az a meccs, hogy a szövetségi kapitány megválasztott az a meccs emberének, úgyhogy az mindenképpen. De azért voltak bőven, volt tornán teltházas mérkőzésünk az oroszok ellen, ahol nagyon jó eredményt értünk el. Volt Rómában, ahol az olaszok debütáltak ellenünk, és kint játszottunk, nem csarnokba. Futszámérkőzést, az is teltházas volt. Meg hát azért játszottunk itt a világ elit ellen, mint a spanyolok, portugálok. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor szülővárosa Szekszárd megkereste, nem volt kérdés a felvillantott, felvázolt perspektívát látva a hazatérés Gamszer Hajni számára. A technikai tudásodat megvillantva még a válogatottban is szeretné bizonyítani? Szeretnék persze mindenképpen, örülök egyrészt, hogy a szülővárosomat képviselhetem. Nem nagyon szeretnék innen már máshova menni, az biztos. Tavaly segítettem az edzősködésbe, ott a kicsiket edzettem, idén egyáltalán nem fér bele az időmbe, de természetesen szeretnék nekik minél többet mutatni, akár itt a csapattársaimnak, akik a fiatalabb generációba tartoznak, akár majd a kisebbeknek, úgyhogy igen, ez célom. Úgy gondolta, hogy mai játékával is, egyedi cselezőkészségével, rúgó technikájával, váratlan, kreatívnak nevezhető megoldásaival helye lenne a mostani Európa-bajnoki selejtezőkre készülő új magyar női futzál válogatottban is. Ha késve is, de megérkezett az új kapitány, Dombó János meghívója, újra címeres mezben szerepelhetett a közelmúltban nemzetközi felkészülési mérkőzéseken. A válogatott egyébként nagyon jó játékosokból áll. Tényleg például most Varga Adélt említett, tehát gyerekkori barátom, meg hát nagyon sok évig voltunk csapattársak is, de igazából mindenki ismer mindenkit, tehát olyan vagyunk tényleg, mint egy kis család. És én azt gondolom, hogy ha több edzésünk lenne, a több összetartás, ha lenne egy megfelelő koncepció, akkor nem csak a középmezőnyel vehetnénk föl a versenyt, hanem tényleg kisebb lenne az a szakadék, ami amúgy nem olyan nagy az elit és a magyar csapat között. A szekszárdi UFC bajnok esélyes női csapatából Megyeri Boglárka és a kapus Hargas Anna Mária is tagja az új összetételű válogatott keretnek. Velük következő adásaink egyikében ismerkedhetnek meg a sporták kedvelői.